Ki gondolná, hogy egy pszichológust, egy pszichoterapeutát, egy professzor asszonyt ma több támadás ér, mint egyes politikusokat? Csak azért, mert elmondja a véleményét. A szakmai véleményét, amit évtizedek alatt a tapasztalata, a tanulás, a munkája során alakított ki magában, amit mindig is gondolt. Csak hogy közben ezek a bizonyos kérdések, amelyek az ő szakterületét érintik, nagyon fontos politikai kérdésekké váltak. Sokaknak amúgy lehet az sem tetszik, hogy azt gondolja, a sorozatos válságok korában a reményhez hitre és szeretetre is szükség van. Ezen kívül pedig azt is elmondta nekünk, hogy miért és kik akarnak ma az emberekből önazonossági rokkantokat csinálni. Dr. Bagdél műkével beszélgettem. Vendégem Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professzor Emerita. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam. Jó napot kívánok, ma. én köszönöm a meghívást. Sorozatos válságok korábban élünk, ez már egy közhely, és hát erős a vélemény, hogy ez már szinte jelez valamit, hogy az közhely, hogy azt mondjuk, hogy sorozatos válságok korában élünk, hogy túl vagyunk gazdasági válságon, migráns válságon, túl vagyunk egy, egy, egy világméretű pandémián, egy járványon, és amint már úgy éreztük, hogy kicsit kilábalnánk belőle, Európában kitört egy háború, a mi szomszédunkban. Tehát ez tényleg egyáltalán nem túlzás ezt mondani, hogy sorozatos válságok korában élünk. És tulajdonképpen az ön legutoljára megjelent könyve, az Eltűnt Remény nyomában, az ebből a szituációból indul ki. Milyen lelkiállapotban van ma ön szerint az európai ember, a magyar ember? Elválasztanám az európai embert a tőlünk nyugatabbra élő embert a posztszocialista országokban élő európai embertől mi nagyon sokon mentünk keresztül, olyan megpróbáltatásokon az elmúlt politikai időszakokban, hogy ezért mi ebben az 1989 óta eltelt időben valóban nagyon sok pótolni, helyrehozni valónk adódott volna, ha sikeresen megbirkóztunk volna ezzel, de túl nagy volt a teher, és valóban túlságosan nagy az átcsapása tőlünk nyugatabbról azoknak az eszme áramlatoknak, amelyek egészen mások, mint ami nálunk, a mi kultúránkban, a mi történetünkbe ágyazottan megélhető. Mi szinte a magyar, a világtengeren, a magyar szigeten olyan módon érezzük magunkat, hogy egyrészt a sok megpróbáltatás után, ami történelmileg ért minket, hisz gyakorlatilag egy megcsonkított országból kellett Trianon után föltápászkodni, és összeszedni minden erőnket, a szellemerejével sikerült kiszabadulnunk. A legtöbb, a legfőbb, amivel mi megőriztük az identitásunkat, és a nemzet egységes maradt, és ez a kis mag, akik maradtunk, nagyon nagy erőket tudott felmutatni, ez a szellem ereje. Nem a fizika, nem a, nem a létszám, hanem valóban a, a tudáshatalma, a megküzdés bátorsága és a szellem ereje. Bocsánat, honnan táplálkozik ez a szellemi erő? történetileg mélyen beágyazott, és mióta a transgenerációs folyamatokra ráláthatunk, a genetika nagyon sokat segít nekünk annak a megértésében, epigenetika, hogy a magunkkal hozott genetikai anyag, amit gyakorlatilag a hardware az életünkben, amit hozunk egy programcsomagot magunkkal, abban, amikor az a kicsi sejt, akiből feléből, fele nő, fele férfi adományából, mi egy kis önállapot életre indulunk, akkor olyan ö, hagyományozódott és olyan beégett és olyan megvalósulásra törekvő kincseket is hordozunk, amelyekben benne van az őseink megküzdési ereje, a megpróbáltatásokon való túljutása, a küzdeni tudás maga. És hogy ö, hogy van ez a küzdeni tudással, most mindenkitől bocsánatot kérek, mert a példa az állatvilágból vett, amikor patkányokat bedobtak vízbe, hogy mennyi ideig tudnak túlélni, mérték az időt, majd amikor kritikus ponthoz jutottak, kivették őket a medencéből és ezek után, kis szünet után, hogy mégis regenerálódni tudjanak erejükben, újra bevetették a medencébe. És kiderült, hogy ez százszoros a küzdőképesség, egyszeri tapasztalat, ami eljuttat oda, hogy itt a vég. És a vég pillanata az életért való kétségbe esett küzdelem, valami olyan hatalmas erőtartalékokat szabadít fel, és metiláció történik, beégés a küzdőképességnek, az a fajta beégése szinte az, azt mondhatnám genetikailag is, hiszen a további patkány már mind magas megküzdő képességgel rendelkeztek ezek után, amelyek kivoltak téve ilyen megpróbáltatásnak. Vagyis az üzenet az nagyon különös. Arról van szó, hogyha az őseink nagy megpróbáltatásokon átment, megküzdött és túlélők, a túlélőknek azzal a megküzdő adják tovább a génjeiket, amikből talán nekünk annyira csurran csepp hogy úgy látszik trianon után ami újra éledésünk, és ami újra egységes nemzetté válásunk bizonyíték arra, hogy ilyen erők működhetnek. Most természetesen ez az én hitem, amit mondok, de hát mindezért én felelősséget vállalok, mert ez arról tudok csak beszélni, hogy gondolkodom a világról. Megküzdőképesek vagyunk mi magyarok. És ugyanakkor meg, ahogyan Kopmária vizsgálatai igazolták, hogy a magyar lelkiállapot kapcsán a magyar karaktert is vizsgálta, hogy mi jellemző ránk. És azt bizonyította, hogy az a fajta szang darvinikus hevülékenység, az a nagy lelkes nekifeszülés, amivel mi egy problémának nekiugrunk, az óriási erőbevetéssel történik, tehát igenis ott van bennünk ez a fajta lelkesedés, készség, hit, reménység, ezek nagyon nagy lelki erők. A probléma azonban abban van, hogy a feszültség tűrésünk alacsony. Hát, sok pozitívum után, ez most jön egy negatívum. Van, van. Igen, az, amit most ön mondott, nagyon sok irányba elvezett. Például azon gondolkodtam, hogy igen, ez a generációkon átívelő öröklődés, de mi van az elmúlt húsz évvel? lehet -e ezt, hogy mondjam, fordítani, vagy lehet -e alkalmazni az elmúlt, mondjuk húsz év sorozatos válságára, krízis helyzeteire? Mert laikusként én most meg nem tudnám tényleg mondani, hogy ha egymás után jönnek a válságok akkor akit ér, az hozzáedződik, és eset, vagy esetleg belefásul, vagy ne talántán ellenkezőleg, ahogy ön is mondta, valamiféle edzettségre tesz szert, és a következőben már úgy tud, az következővel már úgy tud szembesülni, hogy nem lesz annyira negatív hatással rá. A sorozatos kríziseknél egy különleges helyzet áll elő, mert nem a hétköznapi vagy alkalmi konfliktusokkal való megküzdő képességről van szó. Egészen más erőbevetés történik, ha az ember a hétköznapi élet konfliktusaival küzd, netán kríziseivel, vagyis váltófordulataival, amikor így egybeszövődik, és az ember átéli nem csak egymaga, hanem sok emberre kiterjedően a tehetetlenséget akkor olyan alapvető feszültség növekedés történik, az életfenyegetettséget éljük át, és ilyenkor a túlélés stratégiái kerülnek bevetésre. Ezek pedig a hétköznapi megküzdésmódoktól sokkal magasabb rendűek, egészen mások, mert az élet élni akar, és mindent megtesz az egyén is, és az egyén közösset, az ember társas lény. Mi a méhen belül se vagyunk egyedül. Vagyis az, hogy mi Valahová tartozunk, az odatartozás szükséglete erőteljesen működik. Innen következik, hogy közösséghez próbálunk kapcsolódni. A család ez a bázis, a biztos bázis, a szociális uterus, de a családon kívül mi közösségekben élünk. A közösségek különböző célok által meghatározott olyan emberi szövetségek, ahol vagy munka cél, vagy tanulás cél, vagy baráti kapcsolatok, ugye meg is különböztetjük azokat a közösségeket informálisnak neve. Ahol érzelmi kapcsolatok kötnek össze minket, és az, azon áttagozódunk be. A közösség ereje óriási. Már a pár ereje is olyan, hogy az egy plusz egy ember, az, az tulajdonképpen egy hatalmas erő, és azt mondhatjuk, hogy férfi és nő különbözőségéből egy tökéletes harmonikus egység adódik. Ez azt példázza, mint amit Leonardo Da Vinci egy szép példával hozott elénk, hogy két oszlop nézd egymás mellett mindegyik komoly terheket bír el, de ha ezt boltívvé összeszerkezted, akkor a világ terhét is elbírja. Tehát férfi és nő, vagy kettő ember együtt, az már nem én és te, hanem mi. És a közösség együtt egy hatalmas erő, befolyásoljuk egymást. És ezt szeretném mondani, hogy átadunk erőket, de átadunk véleményeket, átadunk ö, mindenfajta lelki állapotot, és egy bizonyos szinten a tömegjelenség előáll, amikor is nyájként hasonulva, föladva, énünk határait lebontva, akarunk oda tartozni, és mindenképpen csatlakozunk ahhoz a közös hangulathoz, állításokhoz, ítéletekhez, amit a közösség képvisel. Ami lehet akár negatív is, hát akkor sös, is csatlakozunk, hát hiszen hogy épp innen? ezt akartam mondani, hogy te, amit ön most te, mond, hogy ott található a remény a másik emberben, a közösségben, manapság ha valami veszélyben van, az éppen a közösséghez való tartozás, sőt, ön ugye beszélt az Európából átcsapó számunkra idegen szellemi ála, vagy igen, áramlatokról, hát ahogy mondta, hogy egy férfi és egy nő, ugye hát akkor rögtön fel lehet vetni a gender kérdést is, mint átcsapó áramlatot, az meg éppen ezt a férfi-nő kapcsolatot, amire ön az imént hivatkozott, hogy mennyire fontos a krízissel való megküzdésben, hát éppen ezt a kapcsolatot rombolná szét, vagy, erősi, vagy gyengíteni. Tehát, hogy, 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 hogyan látja ezt? Nem nehezíti ez nagyon a dolgunkat, hogy veszélyben vannak a kapcsolatrendszerek? Hát eleve a közösségeknek az elmúlt hosszú történelmi és politikai időszak alatti szétzúzása, megsemmisítése, a lelkek, egyedi lelkek megfélemlítése, a valamilyen közösséghez tartozással járó félelem, hogy a kádárkorszakra utalok például, ami hát én legalábbis átéltem, meg még átéltem a korábbiakat, is sajnos a rákosi időszakból nagyon sok súlyos emléket hordozok magamban, és azt láttam, hogy a közösség összetartó ereje bármilyen Erős is a megfélemlítettség, hogy mi lesz a következmény, hogy büntetnek azért, hogyha azon alapon alkotsz egy közösséget, hogy más véleményen vagy, mint ahogyan a fő irány. És hogy ugye ezek a megfélemlítettségek ugyanúgy nyomot hagynak a lélekben. És ma azt mondom, hogy az, hogy nincs bátor magyar kiállás holott, nagyon-nagyon sokan az idegen szellemi áramlatokkal szembe állnak, de nincs bátor kiállás. Még mindig ilyen reziduális, aktuális félelmek működnek, hogy majd azok, akik a, mondjuk az lmbtq azok majd ugyanúgy, mint a bagdít lejáratták, lejáratják majd engem is, meg minket is, meg minket is majd tönkretesznek, karaktergyilkosságok következnek. Ilyen félelmek az embereket beszorítják, és féltik a saját ényüket, saját életüket, és ezért nem nyilvánulnak, meg nem mernek bátran kinyilvánítani olyan érzéseket, amik pedig ott laknak bennük. És hogy ez így van, arról az győzött meg, hogy amikor a Citizen ugye mellém állt, gyűjtötte az aláírásokat az én kiállásom mellett, kiderült, hogy se szeri, se száma. Hát mondjuk az első menetben 22.150 olyan aláírás született rövid idő alatt, ami a mellém igazolta. És jönnek sorra a levelek, és azt mondják, csak tarts ki, és bátor legyél, és mögötted vagyunk, és velletted vagyunk, de nem áll ki, nem meri vállalni saját magát. Most én nem szeretném, hogy ilyen vonatkozásban én rólam esik szó, mert nagyon fontos a felvetése, hogy mi történik a világban. Tehát én valahogy ezen a szálon tényleg nagyon szívesen tovább megyek, hogy itt valójában egy világméretű válságról van szó. Én nem gondolom, hogy én ezt eltúlszom. Egy világméretű etikai válság Etikai válság, és hogy ennek lecsapódása például a keresztény üldözés 640 millió keresztény félheti az életét pusztán azért, mert egy más vallás. Mert, mert más erők, más vallási erők, és ugyancsak vallási erők, amik támadják. Tehát bizonyos meggyőződésekre vonatkozó intoleranciák valami olyan kéleződéseket idéztek elő, és olyan módon megrodjant egy közmegegyezéses, konszenzusos nézetrendszer. Például Európában egységes volt még, még mikor az Unió létrejött, ugye hát tudjuk, hogy kimondatott a nagy jelszó. Vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Éhez képes nézzük meg, hogy hogy állunk ilyen szempontból is eléggé. Az már ugye az alaptörvénybe se került be a keresztény megjelölés. Tehát tulajdonképpen ezzel csak azt akarom kifejteni, azt szeretném hangsúlyozni, hogy bizonyos a kereszténységhez kötődő emberi értékek és olyan etikai előírások, olyan fajta konszenzusos, mindannyiunk számára lelkileg előírásos szabályok széthulladtak, és ezért nem tudjuk, mi a jó és a rossz, mert nincs megegyezés, hogy mi. Etikai relativizmus uralkodik, és egy olyan fajta tendencia a világerőkben, Amikben egy átmaterializálódott világ olyan módon skalpolta le a spirituális dimenziót, hogy az ember magasabb minőségei vannak nagyon megsérülve. Mert mik a magasabb minőségek, az, hogy tudok szeretni, örülni, ragaszkodni, embertársi könyörületet érezni, szánalmat, irgalmat, hogy egyszerűen az, hogy társas lény vagyok, az embertársa miért tudok olyan módon, kiállni, érte, áldozatot vállalni. Tehát azok a társas értékek, amik megtartó értékek, amik egy kis közösségen belül még esetleg működnek úgy, hogy, hogy egymással törődnek, hogy, hogy kalákában segítik egymás életét, és itt áll, Ezek a egymás segítő erők atomizálódtak, és hogy olyan módon egy hedonikus, materiális, röghöz kötött, földhöz ragadt kultúra nyomatja azokat a, a üzeneteket és csábító parancsokat, mert rejtett permisszív befolyásolás érvényesül erőszak. Azt nyomatja, hogy csak legyen neked jó, és te csak magaddal törődj, és a minden szempontból az, ahol a közösség ereje működne, azt minden módon formányosan megpróbálják szétszilálni. Nagyon érdekes egyébként, amit mond, ö, szokták ezt is mondani, hogy az egoizmus, ami hihetetlen méreteket ölt, Furcsa dolgokat lát, tapasztal az ember, még ha nem is azzal a gondolattal az agyában közlekedik nap mint nap, hogy most akkor egoista a világ vagy sem. Nekem például azt tűnt föl, hogy milyen hihetetlenül megszaporodtak például a reklámokban, a plakátokon azok a jelszavak, amelyek arról szólnak, hogy hogy én, én, az én idő, ugye ez az egyik kedvenc, szóval szokták megválasztani az évszavát, én nem csodálkoznék, ha Európában az én évszava az az én idő lenne, mindenki erről beszél, hogy, van -e elég én idő, arról már annyira nem, hogy a másikkal mennyi időt tudunk tölteni. Légy önmagad, mindenki más foglalt, ilyen furcsa, vicces Abszolút, jelszavak mindenütt. így van, nagyon együtt gondolkodom tehát nem. Ez én, én önnel. Igen, és önnel, Tehát, akkor... hogy, hogy, nagyon furcsák ezek a, ezek a, ezek a pontok, de azért, ahogy hogy mondja, van remény, egy pillanatra visszakanyarodnék egy fél mondatára, így fogalmazott, hogy bakdiákműkét lejáratták. Hát ezért most lehet, hogy ezt sokan nem tudják, én inkább azt mondanám, hogy mindenképp megpróbálták önt lejáratni. Hát rosszul fogalmaztam, igen. Ö, most ezt nem fogalmazott rosszul, hanem én azt gondolom, hogy én kívülről, ön belülről valahogy megéli. Én kívülről más, máshogy. Akkor ezek szerint, hogy én ezt használta, ez megviselte önt azért, gondolom. Hát csalódást okozott, mert sokkal jobban bíztam abban, hogy például 17 ezer magyar pszichológus közül a pszichológus világ kiáll, és ezzel ellentétben éppen a pszichológiai társaság hát vett célba, és kért számon olyat rajtam, ami igazán... Most nem, azért nem szeretnék ebbe belemenni ismételten, mert annyira szeretném, hogy ne én róla messék szó, hogy az én, hogy élem meg az ezt vagy azt, mert meg tudok vele küzdeni. Hál' Istennek, én hívő vagyok, gyakorló református. Abszolút szilárd az identitásom, és, és kimondom azt ugyanazt, amit Luther kimondott, mikor kitűzte a Wittenbergi várfalára a vallási téziseit, meg tudta, hogy mi lesz a következménye, és én is azt mondom, itt állok, másként nem tehetek. És valahogy ez, de olyan nyugalommal teszem ezt, mert biztos vagyok benne, hogy helyes, hogy a döntésem azért helyes, hogy most már csak így, és semmi módon sem erre, semmiféle kompromisszumot nem kötök, mert így tulajdonképpen az egyedüli vel, akinek elszámolással tartozom, a viszonyom töretlen. Nekem azért el kell mondanom azért, hogy akik nézik ezt a beszélgetést, értsék, hogy tehát itt arról van szó, hogy önt a Magyar Pszichológiai Társaság, amely egyébként mondhatni egy civil szervezet, tehát a 40 ezer pszichológusnak csak egy töredékét, kb. 1400 embert töm, tömörít, két alkalommal is elhatárolódott az ön véleményétől. Az egyik az az volt, amikor elmondta, hogy ön szerint ez a Meseország mindenki című botrányos kötet, amely három, öt éves, hat éves óvodásokat érzékenyíteni az lmb érzékenyít az LMBTQ Gender propaganda irányába olyan módon, hogy átír meséket. Tehát, ha valaki ezt nem ismeri, itt arról van szó, hogy klasszikus meséket olyan módon írnak át, hogy nem a királyfi és a herceg kisasszony szeret egymásba és él együtt, boldogan, míg meg nem hal, hanem a királyfi és a herceg, vagy a királyfi és a királyfi. Tehát a homoszexualitás népszerűsítéséről van mondjuk itt ebben az esetben szó. Ez volt az egyik eset, amikor ö, önre támadtak. De aztán nagyon hamar kiderült, hogy itt még az 1400 emberen belül sincsen egyetértés. És amikor volt a második eset, az pedig a gyermekvédelmi törvény ügyében, amikor ön azt üdvözölte és jónak tartja, pontosan azt, hogy mi a lényeg. Iskolai intézményekbe, óvodákba ne engedjék be semmiféle gender vagy bármilyen erotikával, nemiséggel kapcsolatos propagandát, ugye erről van szó. Ezt nagyon sokan támadják, ezt, támadták ezt a törvényt Brüsszelben is. Ön kiállt amellett, hogy ez egy jó döntés. Na most, igen, voltak támadások ön ellen, de kiderült az is, hogy a szakma is nagyon megosztott ebben. Tehát még az 1400 emberen belül is jött a második levél, nyílt levél, amelyben viszont a tagság egy része elhatárolódott az első részt, és azt mondta, hogy nem, Bagdél igaza van, és mellette állunk. Tapasztalt már, sőt? Sőt, akkor indult egy olyan civil kezdeményezés, amit hálásan köszönök egy szolnoki a katolikus papnak, aki elindított egy olyan aláírásgyűjtést, 30 ezeren írták alá mellettem akkor. Úgyhogy nekem azért tényleg látszik, hogy van egy olyan fajta pártfogó hátterem, hogy nem vagyok egyedül, és valóban nagyon köszönöm is, hogy nem érezhetem azt, hogy sokan velem vannak, de ezt az én csalódásomban áll. Hogy én mind hiába mondom, hogy én a tudomány bázisán, amit tanítottam, amit ma is képviselek, a szakirodalom jelenlegi állása szerinti, tudományos állásfoglalás nyomán azt mondom csak, ami így képviselet a tények, tudományos evidenciák, bizonyított eredmények. Ezt nem, nem szokás cáfolni, ezt Ebben van egy konszenzus a tudomány képviselői között is. Hogy mindaddig nem száfoljuk, míg egy bizonyító ellentétes állítás, meg nem száfolja. Mindaddig hiszünk benne, és ezt képviseljük. Ez, ez, ez Erre van konszenzus. Na most van egy jó is amelyik azért elénk tárja, hogy hogy nő föl egy gyermek. Tehát rengeteg tapasztalattal is rendelkezünk. A tapasztalat és a tudomány ölelkezéséből származó vélemény az, amit én képviselek és tudom, hogy tíz éves korig önismereti zárlat van, nem tudja a gyerek, hogy kicsoda, de megmondják a szülők, a tanítók, a nevelők, és ő beveszi, beveszi és magáévá teszi. És ha már beültette erre, van is egy szenzitív időszak, genetikai hardware kinyílik, és azt mondja, most van az idő, hogy most töltekezz föl, és ha te megszülettél lánynak, akkor most a lány mintát vedd magadba, vedd magadba, és akkor bebújok anyám cipőjébe, fölveszem az utcait, és akkor én vagyok a mama, és kiszorítom a papa mellől, és így tovább, és ki, azt a szerepet kipróbálom. De ez egy olyan természetes folyamat, aminek végbe kell menni. Miért szabad megzavarni? Nem szabad megzavarni, hagyni kell. És minden történjék a maga medrében a természet törvényei szerint. És mindig csak ezt mondom, és hiába mondom, pedig tudván tudják, hogy igazat mondok, érvényeset mondok, de nem, ez nem, nem. Jó, de akkor ennek mi az oka? Pusztán csak, és ez most nem szó szerint értem, hanem nyilván ironikusan, az ideológiai elköteleződés? Tehát egyszerűen az, hogy ideológia mentén megosztott a szakma, és akik azt gondolják, hogy amellé, az ideológiai áramlat mellé oda kell állni, akkor minden más érvet tulajdonképpen elutasítanak, legyen az bármilyen jellegű, van. akár Ugye Itt van ez a, voltaképp tudjuk, hogy mi ez az új ideológiai áramlat, ez egy olyan... Ö, hát post, hogy mondjam így, postmodern dekonstrukcionista ideológia, az azt jelenti, postmodern szakítunk a múlttal, eltörölni a múltat, némileg emlékeztet ilyen bolsevista szólamokra is, eltörölni a múltat, nem érvényes mindaz, ami volt, új világot kell teremteni, új nyelvezetet, új szabályrendszert, mindent érvénytelenítünk, ebben rendkívül sikeresek, de az újnak a megmondásában egy parancsuralom következik, hogy kitalálnak új fogalmakat, új konstrukciókat, tehát nincs férfi és nő ember mind, de aztán ugye csak kiderül, hogy az embereket mégiscsak meg kell valahogy különböztetni, erre elindul egy olyan fajta a fölaprózása az ember különböző főként, és erre helyeződik hangsúly nemi orientációjának, ízlésmintájának és egyáltalán viselkedésének, aminek mentén kötelesek volnánk így érteni szót, megtanulni az ő nyelvezetüket, beletörődni abba, hogy azért vagyok sztereotíp már és szisz, mert ők így neveznek engem, és akkor már egy új elnevezéktant, ha szót akarok velük érteni, és egyáltalában hozzá akarok szólni az, ehhez az ideológiához, meg kell tanulni ezt a nyelvezetet. Szóval nagyon erőszakos kultúra kisebbség, ezt szeretném hangsúlyozni, kisebbség, és ahányszor elmondtam már, hogy a főtörvényt akarják meghatározni, pedig a főtörvényt, vagyis a konszenzust, mindig, és ennek ala, ezen alapon a törvényt is, mindig a többség, az átlag, a, az átlag, a sokasság határozza meg. Most, ha a sokasságra gyakorolt kisebbségi nyomás azt parancsolja, hogy te légy toleráns, eleve paradox, hogy lehet toleranciát követelni egy erőszakos attitűddel akkor én azt mondom, én is kérek toleranciát. A véleményeket kicserélhetjük, nem a tényeket, tegyük le az asztalra. Ha letettük a tényeket, amik ő se szább, Cápolhatja, a tudomány kimondja. Én se, nem cáfolom, sőt megerősítem. Innen kezdve a véleményeinket kicserélhetjük. És még egy, hogy nincs semmiféle társalgási vagy megbeszélési kultúra. Hozzám soha senki nem fordult azzal, hogy te hogy gondolod ezt az egészet, hanem rám rakták, hogy homofób, rasszista vagyok. De hogy mire alapozva? Pusztán azért, mert nem azt a szöveget fújom, ami az ő ideológiájuknak a tartalma. Nem fogom azt magam Tenni, és nem kötelezhetnek, hogy magamévá tegyem. Tehát gyakorlatilag akkor, ahogy ön elmondja, abban a pillanatban, ahogy valaki, egy tudós, nem százszázalékosan azt az áramlatot képvisel, amit ez a szélsőségesen liberális kisebbség diktál, abban a pillanatban megbélyegzik. Megbüntetik valamilyen módon. A nyelvezetről, ahogy beszélt az imént. Én például, amikor először találkoztam ez a ciszer, megmondom, észor, hogy nem is tud, én ezt vállalom, nem is tudtam, hogy mi meg kellett nyilván nekem is tanulnom. És egy kicsit ugye csodálkozik is az ember, hogy most... Erre miért van külön egy szó, hogy olyan ember, aki azt gondolja, hogy férfi a férfi és nő a nő? tehát nem, ugye... Egész pontosan, bocsásson meg a címet. Javítson azt ki mellett, előtt. hogy még a mai napig a nem értem cisz, pontosan. A, 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 minden definíciót jól ismerek, mert én nagyon Igen. gazdag irodalmat gyűjtöttem ebbe, és nagyon írtam is egy tanulmányt, ami majd meg fog jelenni a konfesszió egyházi folyóiratba. Mindenképpen én ezt alaposan végig elemeztem, és úgy gondolom, hogy én tényleg ebben nyilat Képes vagyok, és a ciszt azt jelenti, hogy a biológiai nemnek megfelelő a gender, vagyis a társadalmi nem, vagyis engem nőnek neveltek, és így ezt az közös, egységes identitást vállalom. Minnyáján ciszek vagyunk, akik a biológiai és a társadalmi nem szempontjából harmonikus fejlődési útra kerültünk, mondom én így, hogy harmonikus, illeszkedő. Egyébként, ahogy az imént így beszélt arról, hogy a három-öt éves gyerek, ahogy azonos az anyukák, bocsánat, de egyszerűen beugrott nekem egy kép saját magamról, ahogy Tényleg nem tudnám megmondani, hogy hány éves voltam, de biztos kicsi voltam, mert anyukámnak volt egy nagyon szép magas sarkú papucs, és emlékszem, hogy én mennyire imádtam abban billegni, meg a ruhájában, mert az nekem hosszú volt, egy virágos ruha, el is emlékszem, sárga virágos ruha. És emlékszem, hogy hogy abban billegtem állandóan, mert akkor én éppen királylány voltam. Így van, így van. Éppen így van, ez volt az én, van, én, én van. mániám. Tehát. Igen, tehát az emberekben előjönnek nyilván ilyen személyes emlékek vagy élmények is. Azért az érdekel, hogy amikor önt ilyen támadások érik, mondjuk tényleg azt még nem is említettem, hogy volt ez a, ez a laposföld díj, Igen, vagy mi, Igen. amit szint. Tehát ez, ez nyilván most. Megint csak arról van szó, hogy valamiféle sértés akart lenni, vagy Ső, bántás. Tehát, abszolút ugye elítélő, ítéletet Igen, ő nagyon a... kedvesen reagált, azt mondta, hogy nagyon szépen leül beszélgetni, vagy gondolják, ahogy gondolják, de önt ezt így nem zavarja. De, engem viszont az nagyon érdekel, hogy amikor egy ilyen szituációba kerül egy szakember, nyilván átéli, mint magánember is mit érez, és tudja -e közben nézni magát a szakember szemével, hogy egy párhuzamot mondjak. Ez olyan, mint mikor egy irodalmát megkérdeznek, hogy tud-e úgy olvasni, hogy csak élvezi a regényt, vagy pedig eszébe jut automatikusan, hogy de jó volt ez a metafora, vagy milyen fantasztikusak ezek a hasonlatok. Tehát, hogy ön, amikor átél egy ilyen krízisszituációt, hogy mondjuk méltatlanul bántják, az nyilván megviseli. Egyrésztről. De ugyanakkor saját magát, mint szakember is közben szemügyre veszi? Hát annyira szilárd a meggyőződésem. Én alapvetően a legnagyobb emberi képességnek és nagy szerencsének is tartom, hogy az ember rendelkezik a hit képességével. A hit valójában olyan szilárd meggyőződés, amit nem tudunk bizonyítani, és mégis mélyen bevésődik a lelkünkbe, tudatunk mélyére, és a szerint élünk. Lényegében az az én nagy szomorúságom, hogy ez, amivel én ebben a megtartó erőben tényleg nem is, nem élek ill, nem át ilyenfajta, nem is tudom, szégyeneket, vagy semmi, hát nem bánthatnak meg, hát nekem igazam van. Hát most én mondom azt, ami a meggyőződésem, az igazság, az igazat mondom, és hogy nem jön senki, aki azt mondaná, hogy de itt vagyott, amott száfolom, hanem csak hogy ön nem mond igazat, vagy nem érvényeset. Nem, soha senki nem kérdez, csak rámöntik, hogy akkor lenne igazat, ha azt mondanád, amit mi igazságnak kimondunk, és hogy valójában így a hitemet sértik. Azt a meggyőződést sírtik, mert nem fogadják el, hogy én, mint ember a saját identitásomban szabad vagyok abban, hogy kinyilvánítsam a véleményemet. A vélemény kinyilvánítás akadálya, egy olyan terror, egy olyan kényszerítettség, aminek a fenyegető múltja a gyerekként beégett a lelkembe, hogy mi a következmény, hogy büntetés, hogy, hogy elmarasztalás, ítélkezés, büntetés, tudománytalan, már nem is tudom, hogy miféle jelzőt akadtak rám a lapos földiek. Nem is érdekes, de hogy ne sértsék meg az ember hitét, meggyőződését. És tulajdonképpen, ha végig tekintek az elmúlt, és most muszáj egy kicsit tágasabb időtávot venni, mi történt a francia forradalomban? Szabadság, egyenlőség, testvériség jelszava. És tudjuk a történelemből, hogy milliók hullott, haltak meg azért, mert ezen jelszavak mentén nem tudtak konszenzusra jutni, egyik gyilkolta a másikat. Ami a következő időszak, ugye a francia forradalom óta kialakult, azt a dökület, át szállódás, le a papokkal, de valójában a hitet sértették meg. A közös, óriási emberi értéket, a hitet, hogy mi tudunk előre tekinteni, jövőben bízni, van egy fajta szabadságunk, hogy az univerzum, aminek mi lakói vagyunk, arról kialakíthassuk a nézetrendszerünket. De tehát nézet tényleg úgy van. A tudomány egy szintig megmondja, hogy mi a helyzet. A fölött meg senki nem tud semmi biztosat, de a világnézet megmondja. Most akkor, mikor a világnézetet elkezdik ítélgetni, és ezen alapon emberek egymást pusztítják, az óriási veszedelem, és az történt, hogy az ateizálódás Istent letaszították a trónról. Ugye Nietzsche azt mondta, meghalt az Isten, vagyis az Istent és mindent vele együtt kiöntötték a fürdővészel együtt a gyereket is, az a helyzet. Mert ezzel a vallás üldözésével mindazokat a normákat, amik Európát is áthatóan, de világszerte is megszabták, hogy mi az emberi viselkedés norma rendszere. A norma sértették, azt, hogy mi a jó és a rossz, és határrombolás történt, és egyre több határrombolás, és ma eljutottunk ennek a csúcspontjára, ahol a határok már a normalitás határokon annyira túlmenőek, hogy olyan fajta ideológiák vannak ránk kényszerítve a határrombolás következtében, hogy ki van mondva, hogy mi a jó önkényesen, hogy az a jó, Hogyha ezt hiszed, ha ezt teszed, különben leírható vagy. Vigyázz, mert büntetés következik. Vagyis egy súlyos terror irányába haladó kényszer, szellemi kényszerítés történik, és ez a szellemi ideológia kényszerítés az egész világra kiterjedő, láthatjuk, hogy ez így van, és hogy ezért ez egy világválság, és etikai válság, mert nem nincs konszenzus a világon arra, mi a jó, és mi a rossz, és ebben az elhatártalanodásban bármi történhet, bárhogy, és még egyet szeretnék mondani, ez a, hogy leromboltuk mindazt, hogy mi a közmegegy és etika. Mi a jó, mi a rossz? Ne ölj, ne, ne tedd ezt azt a tíz parancsolatra hagy már legalább erre. És akkor a materiális szintre süllyedésbe mi lett, hogy a főérték mi lett? Hát először is, bocsánat, még egy, volt egy epizód, egy évszázad a tudomány apoteózisa. Mert ugye a tudomány azzal, hogy azt mondta, nem kell Isten, mert én vagyok az Isten, majd én megmondom, hogy hogy leszel boldog, megváltom a világot. És elárulta magát azzal, mikor Hiroshima-ba ledobták a bombát, és az élet ellen fordultak, akkor az élettörvényt sértették meg. Tehát tulajdonképpen saját magát helyeztek a tudomány, a saját ígérete tével szembe, mert nem tudta megváltani a világot, de következett egy olyan éra, ebbe vagyunk most, amikor a csúcsra, a pénz került a nagy mamon. És már egy olyan világrend van, amiben fönnül a trónon a mamon a pénz, és átmaterializálódott még az emberi kapcsolatok világa is. Mert mi történik? Fogyasztókultúra vagyunk, fogyasztunk, veszünk, veszünk, bevesszük, megvesszük, és, és újra és újra eldobjuk, és felhasználók, kihasználók, elhasználók és eldobók lettünk. Borzalmas, mi történik a tárgyi világban. Egy a lényeg, hogy vásárolj, hogy vegyél, mert ez minden cél, hogy pénz és pénz, mert a mamon ezt akarja, és átmegy az emberi kapcsolatok szintjére ez. Egy, egy, tehát ez arra, hogy, hogy egymással kapcsolatokban. hogyan Mert vegye észre, hogy hogy viselkedünk, egoisztikus módon, legyen nekem jó, legyen, és akkor mi van, hogy lényegében az emberi kapcsolatokban leszünk. Kihasználók, felhasználók, elhasználók és eldobók. Hát nézzük már meg a fiatalság érzelmi kapcsolatainak az alakulását. Nem vagy elég jó nálam. Be, e, e, hogyan is mondják, amikor e, összebútorozunk, igen, ez a szörnyű kifejezés, hogy összebútorozunk, mondják a fiatalok, kipróbáljuk egymást. Aztán, ha nem vagy jó, akkor mehetsz. És hogy mind a tárgyakkal úgy bánunk egymással. Miért? Mert van fejezve a legmagasabb szellemi dimenzió. Az emberi mi volt. Az ember nincs a saját emberi mi volt a magasán. Ez a baj, és egyre megyünk lejjebb a szókincs, a káromkodások, a nyelvi kultúrának az ellaposodása. Borzalmas, ami történik a világban. Másodszor, harmadszor, mondja, hogy erre mindenképpen vissza akartam térni, a nyelvre. Mert akkor most már beszéljünk arról, hogy jó, hogyan lehet ellenállni, milyen eszközeink vannak, hiszen ön a könyvében. Az az alcím, hogy kapaszkodók nehéz időkre. Tehát azért ön mindig úgy áll egy problémához, hogy mindjárt segítséget is akar adni. Elég arra gondolni, vannak kis videók öntől az interneten, már nagyon régen, több mint tíz év óta az, hogy kocogjunk, kacagjunk, tehát, hogy a nevetés, a pozitív gondolatok, a mozgás, milyen boldogság hormon termelő lehetőségek, vagy éppen a meditáció. De én találtam ebben a könyvben nagyon valamit, ami, a, ami, amivel talán ritkábban szembesül az ember, hogy mennyire fontos a nyelvezet, amit használ. Ön például azt mondja, hogy jó, elmagányosodott korban élünk, igen, akkor használjuk gyakran az együtt szó. Mert hogy? Mi történik, ha én mondjuk mostantól megfogadom az ön tanácsát, és mostantól én megpróbálom ezt minél többször használni, és minél többször úgy fogalmazni, hogy valamit valakikkel együtt, közösen csinálok. Így Milyen van. hatása lesz annak? Szerintem óriási hatása volna, akár csak egy jelszóként kiadni, hogy az ami jelszavunk, elszavunk, hogy együtt. És akkor együttesség, közösség, építhetünk együttességet. <coughs> bocsánat, a szókincset hát, illetve, egyébként... Igen. Tehát ezt, ez már önmagában tudja oldani, tehát visszahat az ember pszichéjére, abszolút. és el tud indítani egy, egy a szava, ellen folyamatot. A szavak hatalmat, a jelentések, a szavak óriási hatalmat képviselnek, és amikor például a boldogságpszichológia és pozitív pszichológia kérve kéri az embereket, ne rágódj, ne légy pessimista, és... Ö, át optimizmusra, átnevelő ö, tanfolyamokat szerveznek, és világszerte elfogadják, hogy erre nagy szükség van, mert az emberekben van egy lefáradás és a menekülés mindentől, ami nyugtalanító. És ezért megkeseredettek az emberek, és a szívéskeringési zavarok, a daganatos betegségek, az addikciók és a depresszió borzalmasan magas arányban fordul elő az úgynevezett egészséges populációban. És akkor leteszi a pszichológia, tehát én ezt ezerrel képviselem, hogy a nyelv megváltoztatása, hogy csak annyira legyél már hajlandó, hogy amikor kimondja az agyad, az elméd azt a gondatot, hogy úgyse, akkor azt töröld és tedd be a helyére, hogy de mégis. Úgyse, csak azért is. Úgyse, mégis. És mindig azonnal, ahogy bekapcsol a rezignáció vonala, csukd be ezt a folyosót. Mert ez örvény, és egyre lejjebb visz, és egyre kevésbé találsz kapaszkodót. Ne lefele engedd magad, hanem kifelé a másik ember felé. Mégis, mégis úgy lesz. Hát a COVID-éra alatti megküzdési módokat tanulmányozva, meg hát a klinikai gyakorlatban megtapasztalva, ráámultam arra, hogy milyen az emberi önmentő leleményesség, hogy igenis szinte ilyen Münchhauseni csodakén saját hajánál fogva kihúzza magát ugye a nehéz helyzetből, rájön arra az ember, hogy mennyire mentő lesz a másik. Hogy például két ember hajdani kollégák állásukat elvesztették, és különböző területeken vannak, de összetalálkoznak, és elmondja mindegyik, hogy elvesztette az állását. És akkor azt mondja az egyik, hogy én nagyon len vagyok, mert nem tudom, hogy mi lesz a családommal. De ennek ennek öngyilkosság lesz a vége. A másik azt mondja, hát figyelj, de hogy is fogjunk össze. És csináltak egy olyan, kitaláltak egyet, most nem árulkodom, de egy olyan vállalkozást, ami mindenkinek jót tett a COVID-éra alatt, segítette a maszkviselés nyomorúságát. Tehát nagyon sikeresek lettek, összefogtak, egyik a másik mellett. Állt, együtt kihúzták magukat a nehéz helyzetből. Az ember egyedül szerencsétlen. Hiába füröztöd önmagad, csak másba mosatod meg arcodat, József Attila, és hát különben gyönyörű, amiket ír, és ilyen életre való üzenetek. És tényleg azt tudom csak mondani, hogy a nekünk az a dolgunk. Én mindig ebben a mégisben hal haladok, és mégis akármi van, azt mondom, ez most van, és ezt mint tényt magam elé teszem, hogy nem száfolhatom, mert itt a bizonyíték, hogy mennyire depressziósak lettünk, hogy milyen módon elvesztettük energiáinkat, de azt mondom, igen, mert van oka, és erre azt mondom, igen, jogos, hogy ezt érzed, de ne érezd tovább, menjünk tovább, lépjünk tovább. Itt lép be a hit, ha én azt mondom, de hiszek abban. Bizonyítani még nem tudom, de hiszek abban, és ez a hit, hogy föl tudom építeni a jövőt, hogy el tudom képzelni, mi lesz. Bizonyítékok vannak arra hatalmas kísérlet, hogy aki el tudja képzelni, hogy tíz év múlva hol akar tartani, és megírja a forgatókönyvét az életének. Tíz év múlva senki nem hal meg a populációból, és sokkal egészségesebbek, még a pessimisták, akik még arra se hajlandók, hogy egyáltalán jövőre vonatkozó elképzeléseket tegyenek, hanem azt mondják, hogy lehet ebben a világban, ahol pusztul minden, hullunk szét, és hogy mind mi a erők fölöttünk, mint a mi legyek vagyunk, és kiszolgáltatottak, tehát egy ilyen attitűddel nem mernek előretekinteni, tehát nem merik a hit képességét, a reménység szárnyait kinyitva, előretekintve tervezni életet. Ezek a zavarok, amiket imént említettem, magas arányba fordulnak, és többen már meghaltak közülük, akik ebben a csoportban részt vettek, kísérleti csoport, vagy hát, hogy is mondjam, követési csoportban. Hát így van, hogy az emberben ott rejlik, a túlélés és az életben maradás és az egymás segítés ösztöne is, mert a reménység az a sejtek továbbélési ösztöne. És ha a sejtek tovább akarnak élni, mert hogy úgyis megújulnak és megújulnak, akkor mi is magas szinten az elmében meg tudunk újulni, és ezért azt a fajta reménységet táplálni, ami a túlélőknek a pszichológiája. A túlélők pszichológiájának a kulcsa a reménység, mert mert hogy, de hát Viktor Frankl, ugye, aki megért és mégis mondj igent az életre, ő is azt mondta, mégis, annak dacára. Ugye? Na, de a donkanyarból. volt a hadifoglyok, akik hazataláltak. Miféle erő volt az, amikor már fizikailag sem győzték, és mégis azt mondták, de haza akarok jönni, mert hogy el akarok érni, akit szeretek, hogy újra találkozzam vele. de Óriási erők vannak az emberben, de az erők kulcsa azért ott van, hogy az élet értelmét meg kell tudnunk mondani, mint Viktor Frankl is üzente nekünk, hogy és mégis mondj igent az életre, de találd meg az életed értelmét, ami így nagyon meredek, mert így nem megy rögtön, de ha fölbontom két kérdésre, hogy -e, ki te mi érélsz, arra már tudok válaszolni, és azt üzeni Frankl, akkor te túlélő vagy. És hát ugye miért akar az ember? mégiscsak valaki érélni valamiért, mert szereti. És akkor tulajdonképpen a remény a hit mellé megérkezik a szeretet. Szeretlen, pontosan. És ez tulajdonképpen az egy ön kitének, hát ez a kereszténységnek hát az van, üzenete, hogy hogyan így van, tudunk élni, túlélni. Hát egyébként, amikor Ferenc Pápa most Magyarországon volt nagyon érdekes, volt egy olyan beszéde, amiben. Uh, Épp a konzumizmusról beszélt, amiről az imént ön is elmondta, hogy milyen veszélyei vannak. Ferenc pápa éppen erről beszélt, a kommunizmust és a konzumizmust ö, hasonlította össze, és ennek kapcsán mondta ő is azt, hogy, vagy hát tette fel a kérdés, hogy a magány és a félelem az tényleg egy társadalmi élet helyzetté válik-e, -e, válik és hogy a, ko a konzumizmus veszély az az, hogy amit ön elmondott, amellett mégiscsak valamiféle hazug, de szabadságérzetet és boldogságérzetet sugal. Mondjuk így, hogy sugal. Ami aztán lelepleződhet, hogy ez hamis, hogy hazug. Hazug ígéretek. ígéretek. Hogyan leplezzük ezt le? Hogyan szabaduljunk ki ennek a ennek az örvénynek, ahogy ön fogalmazott, a csábításából. Hát, ha az én pszichológus kollégáim törődnének azzal, ami a fő dolguk, hogy segítsenek az embereknek, akkor például a pozitív pszichológiával kapcsolatos összes hatalmas nagy kutatást, longitudinális vizsgálatokat, a bizonyítékokat, hogy mit tart életben, mit tart egészségben, mitől vagyok egészséges, mitől érzem jól a bőrömben, jól lét az az boldogság, és mikor éreme azt el, hogy nyolc évet meghaladóan tudok ilyen harmóniában élni. Ott van a világhírű Harvard kísérlet. Hát most már évtizedek óta folyik, és szüntelenül folyik, és azt nézik meg, mivel függ össze az, hogy egészségben maradok fizikailag, tehát nem betegs, nem rokkanok le, mitől vagyok jól a bőrömben, hogy, él, hogy, szeretek élni, és hogy mitől leszek 80 évtől hosszabb élettartamú ember. És a bizonyítékok döbbenetesek, akár hányszor a hatalmas populációk, óriási adatbankjaiban gyűjtött adatok, mindent nézik, korreláció. Mi mivel korrelál? Mi tart téged egészségben? Mi tart téged boldogságban? És mi okozza a hosszú életet? Mi minden? Nem okozza, nincs okozat, együttjárás, ugye korreláció. Tehát mi minden jön össze? El, mindig ugyanaz jön ki. A vizsgálati eredmények első tétel. Nem vagy egyedül, van valaki, akit szeretsz és aki téged Szeretem. szeret. Ez a fontos vagy valakinek jelet képviselek, fontos vagyok a világban, fontos valaki számára, nem csak önmagamban, mert nem örömködhetem narcisztikusan, hogy a tükör képemet imádom a vízben látva, ugye a narcisszus eredeti példa, hogy beleszeretett a saját tükörképébe, annyira imádta önmagát. De bele is de esett de... utána abba a patakba, a... amiben csodálta magát, és belefulladt, tehát ezért ez a mit meglehetősen Jajos, negatív persze, végeredménnyel zárult. Hát azért vegyük észre, hogy a narcisztikus személyiséggel milyen odaadóan foglalkozik ma a, kultúra, hogy mindenhol megjelennek könyvek, figyel, tudd, hogy ki a narcisztikus, véd magad a narcisztikus személyiségtől. Na, szóval, hogy a, a kísérletek eredménye azt hiszem, első tétel van valaki, itt fontos vagy valakinek, második tétel családod van, a családot viszed, vállalod a családot, a kis közösséget, amivel a teremtő Életed, hogy viszed, megteremted, vigyázol A harmadik, hogy van egy szűkebb, de olyan baráti köröd, ezt a pszichológia referencia csoportnak is nevezi, akikkel szót értesz, akikkel összejössz, és akikkel tudsz valahogyan egy, egy olyan kicsi világot teremteni, amire már most csak tényleg a vörös vörösmarti soraival tudok válaszolni, hogy egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába a sajátunknak, csak annyit mondhatunk. Tehát ez a három kör magam valakivel együtt, rögtön a párban, akinek fontos vagyok és kölcsönös, a család és a kiskör, tehát egymás számára vagyunk éltető erők, és aki megsérti ezt, és aki atomizálja, aki megpróbálja becsempészni az értékhelyet, például az identitásom, ki vagyok én, ha én azáltal határozom meg magam az emberek szemében, hogy mim van, cuccom, akár mim, tulajdonom. Hát már Jean-Paul Sartre az ötvenes években el, leírta, hogy vigyázz, hogyha afelé tartasz, hogy vagyonod legyen, hatalmod legyen, elveszik, ellopják, paranoiás leszel, mert minden azt feltételezett, hogy már nem is vagy önmagadért szerethető, és félted, hogy ellopják a vagyonodat. Hát ez rég le van írva, tudjuk, hogy ez így van, az identitás meghatározás az más, hogy kell, hogy történjen. És ehhez kapcsolnám megint azért van ez a papír a kezemben, mert azt mondta ön egyszer, hogy ha megfosztják az embert a nemi, családi és nemzeti identitásától, akkor önazonossági rokkantát teszik. Hát ez így is van. Most is ezt állítom. De mi folyik a világban, nem csak nálunk. Tőlünk nyugatabbra, elég vehemenserővel, Amerikában me meg már egészen károsító módon. Ez Mert... az, Bocsánat, az önazonossági rokkantság, ez. Ha jól értem, ez amikor teljesen védtelenné válik valaki. Hát teljesen, abszolút. De. És hát a vételenség nem csak önazonossági rokkantak leszünk, hanem rászoktatott függővé, tehát szerencsétlenek. Akiket, ha rászoktatnak arra, hogy legyen ezed, meg azod, és ha nincs, akkor depressziós vagy, megölött magad, mert már ez sincs, az sincs. És hogy mi mindenre szoktatnak rá, hát az egész, ami körülvesz, egy hatalmas, nagy, olyan, mint egy bűnszövetség, hogy csak tegyenek függővé, csak legyél egy kiszolgáltatott függő, mert ha nincs meg az, ami neked olyan fontos a te komfortérzésedhez, akkor már te szerencsétlen vagy, és törekszel, hogy legyen neked az újra és újra, és a végén eladod a lelki is, mindent odatsz érte, hogy megkapd azt, ami neked hiányzik, mert rászoktatott vagy. És a rászoktatásnak az óriási mértékű kiterjedt folyamata zajlik a világban, hogy legyél egy függő személy, majd aztán, és mi van, hogyha függő vagyok, egy párja. Azt csinálom azért, hogy megkapjam azt, ami szükséges, bármit megteszek. Na, ezt akartam kérdezni, hogy egyébként mi lehet e mögött az egész mögött azok, ok, mert ugye szokták azt például mondani, fiatalokról volt már szó, fiatalok lázadnak, persze, az én generációmban is volt, lázat valaki, azt mondta, hogy halára unom magam a klasszikus koncerten, ahova apám elvisz Mozartot hallgatni, én rocker leszek, és akkor tetováltatott, meg bőrcsekit vett, és rocker lett, jó. De most nagyon úgy tűnik, és minden azt látszik bizonyítani, még egy olyan laikus ember számára is, mint mondjuk én, hogy például ez a gender propaganda, ez egy kívülről az ifjúságra erőlteted a dolog, hiszen ahogy ön is mondta, tíz éves kor alatt még nincs is neki esélye arra, hogy ellenálljon, vagy nem nincs. ezt mondja. Na de akkor önkéntelenül a kérdés. Miért akarják, hogy az emberből önazonossági rokkant legyen, miért akarják a nemzeti, a családi, a nemi identitást szétforgácsolni, miért akarnak minket függővé tenni? Kinek mi ebből a jó? A mamon a pénz. A pénz. Magyarul, hogy akkor fogyasztunk gondolkodás nélkül. Ez, ez áll az a egész pénz. A pénz lett egy olyan hatalom, ami a világot pusztítja. Hol a tagadás lábát megveti, világotat meg fogja dönteni, mondja Madács. És sajnos nagyon, ugye a tagadás, minden érték értéktagadása, minden hagyomány megszüntetése, minden a múlt eltörlése, új ideológia, új kommunisztikus ideológia, új terror, kényszerítések. Amerikában Ugye tudja, hogy milyen veszedelmes az új marxizmus, amely a Jordan Peterson torontói egyetemi tanártól, akitől sok mindent olvastam, tudom hivatkozni, ezt ellenőrizhető, hogy kirúgták az állásából azért, mert nem hajlott be, hogy a gender tanokat tanítsa és alávesse magát annak az új szabálynak, ami szerint az esélyegyenlőségnek a megvalósításához az kell, hogy különböző rasszhoz tartozó, tehát ugyanannyi fehér tanár legyen, mint ami más rasszhoz tartozó, és így olyan kényszerhelyzetek állnak elő az egyetemen, mi szerint a más rasszhoz tartozók nem tudják azt a tudományos nívót biztosítani, mint mert nem felkészültek, mert nincs is fölkészülési előzmény, és egyszerűen lesüllik a színvonal, az egyetemnek, de ott vannak ezek, akik óriási mellénnyel és hatalommal a fehérek ellen fölépnek. Tehát most a fehérek lesznek majd az üldözöttek. Megfordul a világ, és hogy borzasztó, ami történik, hogy nekik kiadják azt a parancsot, hogy menjenek ideológiai továbbképzésre, és azt mondja, hogy alkalmatlan és a tanokat szajkózó vezetők képezik őket olyanra, amiből neki kötelező részt venni ezen a fejtágítás amin ezt a szellemi ideológiát kell magukévá tenni, és amennyiben a hallgatók nem teszik be a szakdolgozatukba megfelelő arányban a genderrel foglalkozás nagyon fontos témáját, akkor nem adhat jelest a dolgozatra. Olyan fajta szellemi kényszerítések sorra zajlik, ami ellen ő óriási módon lázadott és fellázadt és ki is szépen, mert nem hajlandó betörni. Tehát itt most olyannak nézünk elébe, hogyha a a többség nem tér magához. Magyarországon is ezt mondom, és eh, bocsánat, de a Zrínyi Szigeti Veszedelem című eh, drámájának az első sorai jutnak eszembe, imékiáltok, E imé üvöltök, haj meg engem élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz. És azért mondom ezt ilyen erővel, és ilyen lelki késztetéssel, mert úgy érzem, hogy nekem ez nem tudom már honnan jön ez az erő, de egy dolgom, feladatom kerül, amibe kerül, de nekem dolgom, hogy szóljak az emberekhez, még nem késő, hogy próbáljunk összefogni. Nézzük meg, fejet hajtok, pszichiátriai Társaság előtt. Most az utóbbi időben mi történt? Ugye egy szakcikket, ami, ugye, Szilvai Gergelynek, aki megírta a könyvét, a, ugye, a gender témával kapcsolatban ennek kritikájaként, ebből csinált egy kivonatot, egy tanulmányt, és a Pszichátyi nem jelenteti meg, miután szaklektorok, minden. Tehát minden helyén volt, hogy megjelenjen. Most mi történt? Az egész pszichiátria Hungarika szaklap vezetősége, szerkesztősége úgy, ahogy van fölállt és lemondott. Ebből lett egy, egy óriási nagy botrány, és mi van most? Most akkor már nem csak engem támadnak, most már támadják őket is, most már támadják Szóval ez, ez, azért, ennek nincs vége Igen, már. az imént is volt egy félmondat a pszichológusokról, úgy fogalmazott, hogy ha azt dolgukat tennék, akkor miben segítenek az emberek? Ugye azért, azért érzem önben, hogy eléggé keserűen is, egy kicsit talán is nagyon negatív véleménnyel nézi azt, ami a saját szakmájában történik. Hát hol vannak? Hát megtanulták. Hát tudják. Hát miért mondanak mást? Miért nem állnak ki? Hát milyen gyáva világ ez? Hát most akkor mi képviselünk valakit, hogy legyen egy kliensnek bizalma egy pszichológus iránt, aki egy olyan helyzetet elfogad, ahol rá van kényszerítve olyan, hogy mert most vár a gender követelés, és közt az is van, hogy amennyiben egy gyermek már rájön arra, és, és hát most szédelek 14-18 éves kora között ide-oda kóstol ezt, kóstol ezt. Tehát miért ne jön, jöhetne egy kóbor ötlete egy kóbor ötlet, hogy az anyámmal szembe, apámmal szembe, majd én megmutatom, és akkor egy, egy dafke reakcióként azt mondja, hogy majd ő más nem felé tart. Vagy akár milyen célból, vagy okból, vagy kitűnni akarásból valaki egyszerűen egy reakcióként, úgyis is hívjuk, szituatív reakció, rájön valami olyanra, hogy ő, ő más fele tart, és akkor ki van adva a pszichológusoknak, hogy neked pedig szolgálnod kell azonnal ezt. Hát én abban a pillanatban vissza a diplomámat. Ha valaki azt követeli, hogy a nálam így jelentkező meg képzelje van, aki jelentkezik, és vannak a klienseink páran ugyan, de vannak. Hát ha én azonnal nekiállnék, és, és bármiféle erőnek engedelmeskednék, amivel nem értek egyet, hogy tessék akkor azonnal, azonnal beterelni. Szó sincs róla. Mit csinál a pszichológus? Felesküdött, hogy először is a legnagyobb tisztelettel kikutatja, hogy hogy jött ez a gondolat, honnan jött, hol vannak a gyökerei. Az egész személyiség fejlődést kell fölnyitni, föltérképezni, és megtudni, hogy milyen erők mozognak az illetőben, és mindent alaposan, sokszempontúan figyelembe véve. Egy, egy olyan személyiség véleményt kiformálni, amiben azonnal tudja, hogy magyar előírás jogszabály, hogy az ESTT-hez egészségügyi tudományos tanácshoz kell fordulni, és bejelenteni azt, hogy itt egy olyan nemi átalakítási kívánság van, ami pszichológiailag úgy tűnik, hogy indokolt a vizsgálatok alapján, de nem vagyok abban a helyzetben, hogy egyedül eldöntsem, a pszichiáter, a, tehát megvan ennek a forgatókönyve, volt ilyen Magyarországon már ritkásan, de előfordult. És nem ezt az utat követném, és viszont ma vannak csöndesen, stikában Magyarországon nemi átalakítást végző orvos, sok, és vannak olyan pszichológusok, akik felkenték magukat szakértőnek, és megadták az engedélyt magukban holott nem adhatnák meg. És hogy, hogy nem átalakító műtét történjen valakivel. És hát ez egy Isten ellen való vétek azért, mert hogy belenyúlni valamibe, mert nem csak arról van szó, hogy szerv ide vagy oda, hanem arról van szó, hogy a lélek mag, az a mag identitás, ami benne van a sejtekbe, ami amikből mi lettünk, az hozza magával azt az identitást, tudatot, ami bontakozik. És ha azt el van betélve, egy skízis van létrehozva. Valójában az illető elveszíti önmagát, önmagát veszíti el. És ahhoz, hogyha minden áron keresztül gyömöszöli magát, magát ezen a folyamaton, még mindig tíz év gyakor, életgyakorlat fogja eldönteni, hogy életképes-e ez a megváltoztatott nemi identitás, mert ez egy személyiségválság. Értem, tehát amit ő mond, az, az, hogy persze ilyen esetek vannak, van, amikor van. jogosul, csak rendkívül a, a, óvatosan, finoman kell. Nagyon. Hát de nem igen. szabad kimondani rá, hogy azonnal rögtön. Behajtani. Igen, hanem, nem szabad. Igen, amitől hát nem is tudom, mikor olvastam talán azt, hogy Skandináv országunkban, talán Svédországgal, vagy Finnországban csináltak felmérést azzal kapcsolatosan. Biztos, hogy Skandináv ország volt, hogy ott már eltelt tíz év azóta, hogy nagyon megnőtt mondjuk a nők nem vált operációnak száma, és hogy tíz év távlatából már látják azt, hogy milyen arányban bánták meg, lettek-e mi a depressziósok, vagy ne Isten öngyilkosak is, mert ilyen eset is van. Csak ilyen híreket, mintha az ember kevesebbet hallana, vagy látna valahogy, nem jut át ugye a, a nagy propagandisztikus harsogáson, é, hogy, hogy, van azért szóra. van, hogy azért van már egy eltelt X idő, amikor meg lehetne azt nézni, hogy egyébként pedig milyen következmények vannak. Tehát értem, Már ön vannak, azt mondja, ne? hogy a tisztességes eljárás, vagy valóban nagyon óvatosan, szakmai, nagyon, szakmai ahogy elő előre. van írva, Bocsánat, azt hát kell követni. Teljesen azt a mintát követem a munkámban, amit más páciens esetében is, akár mely problémával jön. Itt a probléma az mondjuk radikálisan más, de mégiscsak, hogy valahogy megtudom, hogy tulajdonképpen miről van szó, megismerkedünk egymással, megismerem az életét, megismerem az erőrendszerét, míg benne a megtartó erők, mi az, amire építkezni lehet. Nem én fogom helyette a problémáját megoldani, ő maga, de ahhoz, hogy ő ezt éretten, önazonosan vállalja, ahhoz őt mindenképpen fel kell készítenem. Ez tehát ez tulajdonképpen sok, sok ember fiatal, válságba került ember fejében, mint egyfajta válság megoldó ötlet jelenik meg. Elég tragikus. De, a, tehát, hogy ez így van, tehát, hogy ez, mint válság megoldó ötlet jelenik meg. Nem hogy érzi jól magát a bőrében. Nemet váltok, és, az és az is akkor is talán egy új ént kapok, egy is új is életet. Így van. Miközben kutya se kérdezte meg szegényt, mert nem irányult rá személyesen olyan szerető figyelem, hogy hogy itt vagyok, melletted vagyok, fejtsük meg egy jut a helyzetet, találjuk meg a megoldást, de a tiedet, ami téged boldogá tesz, én téged szolgállak, és fölesküdtem rá, hogy szolgálom, hogy ami neked boldogsághoz vezető út, és ami a te erőrendszered, a talentumod, azt hozzuk világra, és erősítjük meg. Hát ezt csináljuk, hát a, a tanácsadás például egy borzasztó kártékony fogalom, mert egy pszichológus nem ad tanácsot, hogy ezt vagy azt csináld. Ha valaki ezt csinálja, adja vissza a Diplomáját, mert hogy nem így adok tanácsot, hogy te ezt vagy azt csináld, mert akkor kisdeddé teszlek téged ledegradállag gyerekké, hogy én az expert, a tudós, tudom, hogy mit kell tenni. Szó nincs róla, benned van a kulcs. Én a szorongásodat csökkentem, létrehozok egy légkört, amiben együtt gondolkodunk, mire vagy te képes saját erődből, és a te tanácsod lesz az igazi. Megengedi, van egy dolog, amit szeretnék szó szerint idézni, visszatérnék az elején, amivel kezdtük a könyvéhez. Az ellenállás, a remény, a hit és a szeretet hármassága. De van itt még valami más is. Azt írja, hogy a remény gyökere a halál elleni totális küzdő elő, talán életösztönnek is nevezhető genetikai, sejtbiológiai hozomány. Vagyis, ha jól értem, tulajdonképpen a a remény, ami egy velünk született képesség vagy érzés, az nem elválasztható attól, hogy az embernek van egy halál tudata. Tudom, hogy az életemnek vége lesz. Viszont, lehet-e azt mondani, hogy a mai korszakban a halálhoz való viszonyunk elgyengírasodott? Tehát az sem egészséges. Ahá. Tehát nem lehet azt mondani, hogy. Lehet egyáltalán azt mondani, hogy legyen egy ideális és... dolog. Hiszen nagyon sok emberben mondjuk például a halál félelem, ami az, ami Igen. dominál, és talán lehet mondani, hogy ez érthető is. Hét hónapos korunkban, mikor ráeszmélünk csecsemőként, hogy én és anyám nem, nem egyek vagyunk az elválasztás félelme létrehozza a lélek mélyén, és fülerősíti azt a félelmet, hogy egyedül maradok, és az egyedül léttől, szeparációtól való félelem, és a halálfélelem azonos. Mert egy kapun minnyáján átmegyünk, és ezt tudván, egyre inkább tudván tudjuk, ahogy felnövünk, és a szeparációs félelem, mint halálfélelem ott van minden sejt mélyén, és a sejt élni akar, meg is újul, és igenis az, az élet let me. kapunk életet, de az is milyen parányi sejtből ered, ha belegondolunk, ugye? És amikor azt mondom, minden sejtben benne lakik az élni akarás, ez a reménység, akkor én valóban úgy érzem, érvényeset mondok. Miért? Mert 2000-ben Nobel-díjat adtak a sejtmemória felfedezéséért. Az pedig arról szól, és mindenkinek tudnia kellene, hogy minden sejted mindent nem csak sejt, hanem tud. A te nagy egész valódról. Ez a holográfikus memória, amit igazoltak mint ahogy a tenger egy cseppjében, a tenger összes tulajdonsága benne sűrítődik. Úgy a te parányi, mikrányi, picike sejtedben a minden tudás, az összes ott van, ott sűrűsödik. Egész lényedben. És hogyha ezzel számolok, akkor megértem, hogy van egy olyan törvény, ez az élettörvény, hogy mi nem akartunk élni, nem senki se kérte, hogy megszülessen. De ha megszületett, valami végre megszülettünk. És a sejtek hozzák magukkal a deleg Ált a sejtek. Bele van pakolva, hogy élni kell mi végre. És a kérdés azonnal odatolokodik, hogy mi végre? Míg öntudatlan állapotban vagyunk fokozatosan a tudat kibontakozik, lényegében megmondják, hogy ilyen vagy olyan, vagy így kell élni, úgy kell élni, de eljön egy olyan idő, amikor nekünk dönteni kell, és kivé legyek, mivé legyek, mi végre élek, miért születtem meg, mi a dolgom a világon. És ha a fejlődés nem segíti, hogy én ezt a kérdést meg tudjam válaszolni, akkor elveszett lény vagyok, mert ha mi végre élek, arra az a válasz, hogy legyen nekem ezem, azom, nem tudom, mi tulajdonom, és ebbe belefulladok, mert nem tesz boldoggá. A boldogság vizsgálatban van egy érdekes. Ezt muszáj elmondanom. Nők, akik elégedetlenek voltak a küllemükkel, kaptak Dinertől, egy a világhírű boldogságkutató pszichológustól egy lehetőséget, hogy megváltoztathatod magad, tervezd meg magad, és olyan leszel, mint vágysz rá, hogy akkor te boldog leszel. Megcsinálták az átalakító műtéteket, és mindössze két hétig tartott az örömködés e fölött, de akkor is csak, ha valaki volt, aki visszatükrözt, és azt mondta, te tényleg nagyon szép lettél. Szóval nem, ezek nagyon fontos dolgok, hogy mit tesz boldoggá, nem külsőségek, nem az, hogy te hogy nézel ki. Belső erőtől függ, hogy hol lakik a boldogság. Boldogság az, amikor te érzed, hogy fontos vagy valakinek, hogy erőt, hogy teremtő erőt való hordozol magadba, hogy családot tudsz alapítani, hogy jövőt tudsz tervezni, és amikor szeretni tudsz, és az, hogy szeretni tudsz, ezzel betöltöd a rendeltetésedet, mert szereted úgy önmagad, hogy rájössz, hogy csak akkor szeretheted önmagad, ha a, aki szeret téged. Baudi nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.